Teljesen megtelt a sportcsarnok lelátója tegnap este. Sokan voltak, akik kosaras mezben érkeztek, magyar zászlóval, dobbal és kereplővel az Európa Kupa negyed döntőjére. A CEK a négy közéjutásért küzdött Kassa csapatával. A ceglédi lányok óriási íramot diktáltak, fantasztikusan küzdöttek. A meccs kezdetén 7 ponttal vezettek, de a szlovák csapat a második negyedben fordított, átvette a vezetést 11 ponttal. A mérkőzést végül a kassaiak nyerték 77-70-re. A meccs végén a szurkolók állva tapsolták meg a ceglédi csapatot, a lányok pedig könnyek között köszönték meg a soha nem látott szurkolótábor támogatását. A végén együtt énekelték a Nélküled című dalt. A meccset teljes egészében megnézhetik vasárnap 18 órától a Városi Televízió csatornáján.